nagyon-nagyon vigyázni kell. Vigyázz! Minél hamarabb védj le, visszaadom neked, és védj le ezeket. Tedd meg minél hamarabb. Amatőr színjátszókká avanzsáltak a Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársai. Kedd délelőtt valós eseteken alapuló szituációkat mutattak be egy-egy jelenet formájában az időskorú hallgatóságnak. Az előadásokkal azt kívánják elérni, hogy a 65 éven felüliek tisztában legyenek azokkal az esetekkel, amelyekkel megelőzhetik, hogy internetes csalások áldozatai legyenek. Az idősek egy érdekes korcsoport. Van egy nagyon jó tulajdonságuk, hogy ők még hisznek a dolgok valóságában. Hisznek abban, hogy ha valaki felhívja őket, akkor tényleg az van a vonal másik végén, akit ők annak gondolnak, aki bemutatkozott. Ez egy nagyon jó tulajdonság, talán az életet ez viszi előre, viszont pont ez a gyenge pontja az időseknek talán, és pont ezt a naivitást vagy rácsodálkozást az életre használják ki arra, hogy bizony az őszinteségük alapján gyakorlatilag minden olyan adatot kicsalnak, amellyel az ő sérelmükre bűncselekményt követhetnek el. Ez akár egy online formában, akár egy telefonon keresztül is megtörténhet, és most a mai nap erre a két területre fókuszálunk. Azon helyzeteket próbáljuk meg bemutatni, egy rövidke kis performance, színelőadás egy pár összekötő szóval, amelyek a mindennapokban talán érhetik őket. Az időskorúak a legvédtelenebbek az internetes csalások ellen, amelyek ráadásul egyre nagyobb méreteket öltenek. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, fontos, hogy a nyugdíjas korosztály számára is megmutassák a helyes megoldásokat. Ezért is szervezték meg az eseményt az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című pályázat keretében. Az identitás programban számos eseményt valósítottunk meg az elmúlt években, és ez egy különleges alkalom a mai, hiszen egy olyan témát választottak a kollégáim, amely nagyon érinti elsősorban az időseket, de minden korosztályt, ez pedig az online térben lezsekedő veszélyek, az ottani bűnözői magatartások, és erről tart a megyei rendőrség egy tájékoztató fórumot, amely remélhetőleg a idősek védelmét is, de minden korosztály védelmét is szolgálja, hogy ezeket a tapasztalatokat, tudást esetleg tovább is adják az itt jelenlévők. A Máté Szalkai rendőrség interaktív előadásaival egyébként a vármegye számos településén járt már, elérve ezzel több térség időskorú lakosságát.